Egy orvos úgy könyökölte hasamba, hogy kékzöld lettem utána. A férfi doki megegyezte, hogy ne hisztizzek, ezek nem is fájások. Úgy volt beállítva a szülőágy, hogy az ajtó felé néztem, széttett lábakkal. Ezek traumatikus szülésélmények. Az elmúlt 2 évben közel 1000 szüléstörténetet kaptunk, és legtöbbjük sajnos fájdalommal teli. Nagyon eltérő az, hogy kinek mi a rossz, hogy kinek mi fáj, és hogy mitől lesz egy szülésélmény traumatikus. Mi az a 3 legfontosabb dolog, aminek változnia kéne a kórházi szülés gyakorlatában, hogy szívesebben szüljenek a nők? Megkaptuk ezt a kérdést, beraktuk a Facebook oldalunkra, és záporoztak az anyák válaszai. Azt tapasztaljuk tehát, hogy a szülésélmények nem elég jók. Kezdjük tehát azzal, hogy a szülés körülményeit tesszük jobbá, így sokkal nagyobb eséllyel a szülésélmény maga is jobb lesz. Mert egy pozitív szülésélmény az egész család életére jó hatással van, és az egyik kulcsa lehet annak, hogy hány gyermeket fognak vállalni a családok. Nagyon sok módon lehetne javítani a szülészeti ellátást, hadd mondjak inkább 3x3-at. 3-at, amit azonnal holnap meg lehetne változtatni, csak elhatározás kérdése. 3-at, ami hosszabb távon megvalósítható és forrásokat igényel, és 3-at, amihez kormányzati beavatkozás szükséges. Mi az, ami holnaptól változhatna? Ilyen a szabad testhelyzet megválasztása, a vajudás és a kitolás alatt is, vagy az evés és az ivás megengedése. Ezek nagyon egyszerű és bizonyítottan segítő hatású dolgok a szülés során. Zéró szeparáció. Nincsen rendben az, hogy nem adatik meg az aranyóra mindenkinek, hogy szeparálják a babákat orvosi indok nélkül, vagy hogy az édesapák nem mehetnek be a gyermekeikhez. Látom a szemekben, hogy többen bólogatnak. Biztos valahol meg volt az aranyóra, vagy nem szeparálták a babát, csak és a szülő jelen lehetett, de megkérdezem, hogy van-e olyan itt most a szült hölgyek között, akinek mind a 3 megvolt. Szabadon mozoghatott, igen, szuper, de hogy nagyon kevesen teszik föl a kezüket, látható, hogy ez nem ez az általános gyakorlat, és nekünk a történetekből is kiderül, hogy ezek bizony rendszer szintű problémák. Mi igényelne forrásokat, ami hosszabb távon megvalósítható? Hát ilyen a megfelelő szoktatás támogatás, biztos mindenkinek van egy horror sztoria a szoktatással kapcsolatban. Ehhez szakemberek képzése lenne szükséges, de az utolsó irányelvek alapján. Zárójelben megjegyezném, hogy önkéntes segítőket, és rengeteg önkéntes segítő van, holnaptól be lehetne engedni az osztályokra. Támogató jelenlét, hát ezt nem tudom elég nagyban kiírni és elég jól hangsúlyozni, mert még a pozitív szüléstörténetekben is szerepelnek bántó mondatok, akár akaratlanul is nyitva hagyott ajtók, ilyenek, hogy maga ezekkel a mellekkel nem fog tudni szoktatni, szerintem inkább ne is próbálkozzon. Vagy ha nem hízott volna, meg így fel tudná emelni a lábát, ahogy nekem jó. Vagy szüljön méltósággal, ne járassa le magát a férje előtt. Ugye a szülés egy aktív éber tudatállapot, ahol a negatív szuggesziók nem csak rossz hatással vannak a szülésnek a menetére, de egy életre beleégnek az édesanyja emlékezetébe. Mivel a más állapotot a szülészetben mozgalom, nem csak az édesanyák hangját képviseli, de az orvosokért és a szakdolgozókért is tenni próbál, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy legyen forrás ebben a terhelt egészségügyi rendszerben is, szupervízióra és érzékenyítő képzésekre. Infrastruktúra versus ellátás. Hát nagyon jó lenne, ha annak, hogy egy édesapának a császárműtő előtt kell várakoznia, nem az lenne az oka, hogy nincsen elég steril ruha, és bemehetne az édesanyámhoz, ha lenne elég steril ruha, vagy hogy a piceken, a koraszület intenzíveken nincsen elég hely, meg nincsen elég kényelmes szék, ahova le lehet ülni a gyereke mellé az embernek. Mi ez kéne? Kormányzati beavatkozás. Ilyen az ambuláns szülés. Ugye a tervezet megvan, tavaly nagy port kavart ennek a bevezetéséről a szándék. Hát a jelenlegi egészségügyi törvény egyébként lehetővé teszi az intézmény elhagyást ma is, de a kórházak ebben finanszírozási okok miatt ellen érdekeltek. Az édesanyák, főleg a több gyermekes édesanyák ezt nagyon szeretnék. Az orvos és a szülésznő képzés során pedig szükség lenne arra, hogy a kommunikáció és a megfelelő bánásmód nagyon nagy teret kapjon az oktatásban. Ja, a nehéz helyzetek felkészülésére pedig külön képzés szükséges, de ez azért is nagyon fontos, mert hogyha egy elhalt magzat édesanyával megfelelően kommunikálnak,
vagy a császárműtőben jól támogatják az édesanyát a műtő alatt, a műtét alatt, vagy egy abúzus túlélőt körültekintően kísérnek, az önmagában arra is garancia, hogy egy sima hüvei szülésnél is megfelelő lesz az asszonyok támogatása. Még egyet vissza, bocsánat, evidence-based vagy bizonyítékokon alapuló irányelvek. Hát a jelenlegi szülészeti irányelvek lejártak 2013-ban. Nagyon fontos lenne, hogy a kiszámíthatatlan ellátás miatt, amit Velkei doktor is említett, hogy tudományos bizonyítékokon alapuljanak az irányelvek, és ezek egy garanciát jelentsenek arra, hogy az ellátás biztonságos és kiszámítható. És akkor most Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő, azt mondta róla a kultuszminiszter, hogy rettenetesek ezek az emancipált nők, fel akarják forgatni a világot, ami eddig is megvolt orvosnők nélkül, és ezután is meg lesz. Ma, 120 évvel később itt állok, és elmondhatom nektek, hogy az orvostan hallgatók 60%-a nő. Igaznak tartom, hogy ez egyetlen állandó dolog a változás, és úgy hiszem, hogyha meghallgatjuk egymás véleményét, és érzékenyen reagálunk rá, akkor mi magunk is a változás részesei vagyunk. Így köszönöm Vilmának, hogy nem adta föl, nektek pedig, hogy meghallgattátok a más állapotot a szülészetben mozgalom gondolatait. Biztos vagyok benne, hogy ez egy olyan téma, amiben mindenki egyetért, hogy legyenek tényleg nagyon komfortosak a szülőszobák. De én is szeretnék egy kérdést intézni a hallgatósághoz. Ugye láttuk, hogy milyen arányban van nagyon-nagyon pozitív élmény a szüléssel kapcsolatban. Kik azok, akiknek van gyereke? Sokan. Oké, akkor most közületek, még nem. Hogy maradjon fönn annak a keze, aki azért nem vállalt egy másodikat, mert milyenek az állapotok a szülészeten. Hoppá, nulla. Na és ez a kérdésem. Mindez, amit mondtok, nagyon komfortos és nagyon fontos lenne, és kinek áll érdekében, ha egyszer úgy is vállaljuk a gyerekeket? Igen, ez nagyon-nagyon jó a kérdés, köszönöm szépen. Hát nagyon sok szüléstörténet kezdődik úgy, vagy végződik azzal, hogy kétszer meggondolom, hogy vállalok. És aztán vállalok. És aztán hát, vagy vállal, vagy nem, de hüvetlen attól, hogy mondjuk vállal-e, vagy nem vállal-e, azt gondolom, hogy ez közös érdekünk, hogy a szülés az egy, legalább a körülményeit megteremtjük, hogy nagyon komfortos és egy jó élmény, potenciálisan jó élményekkel tudjon távozni egy édesanyja, de egyébként több olyan történetünk van, amiben konkrétan leírták, olyan is beleégett a fejembe, hogy én ezt a rettenetet nem vállalom többet. Tehát azt gondolom, hogy akárhányan teszik itt fel a kezüket. Oké, okay, nem az a kérdés, hogy mindenki szeretné-e, hogy úgy legyen, amit most felvázoltál, hanem szerintem az a kérdés, hogy hogyan tudsz érdekeltté tenni döntéshozókat, hogy ők gondolják így, ha egyszer nekik nem fontos. Hát és igazából nekünk se annyira, hogy azért ne szüljünk még egy gyereket. Én azt gondolom, hogy fontos egyébként, mert hogy nekünk is fontos, sőt, nekünk a legfontosabb, de hogy ez mindenkinek fontos, a döntéshozóknak is fontos kell, hogy legyen. Novák Katalin is megfogalmazta az egyik interjújában azt, hogy nagyon szeretné, hogyha nem lennének traumatikus szülési élmények. Szóval szerintem ez eljutott már egy döntéshozói szintre. Ugye a családbarát szülészetet most így nagyon propagálják, és pénz is jár vele. Hozzátenném, hogy a családbarát kifejezés, közelítünk. A családbarát kifejezés önmagában nem egy szakmai terminus, úgyhogy a mozgalom inkább az anya-baba barát auditálást szeretné jobban, mert hogy ez egy nagyon konkrét 10 lépésen keresztül meghatározott auditálási folyamat, ami garanciát vállal arra a problémákra, amiket említettem is. Valószínűleg ez, amit most lehet, ezt anyagilag érdekelté tenni, valahogy ez lenne a kulcs. Ezt most csak azért vetettem fel, hogy ami mindannyiunknak fontos, de mégse annyira, hogy emiatt lemondjunk valamiről, hogy azt, hogy lehet előre mozdítani, tehát hogy lehet elérni a döntéshozók fülei, nem tudom pontosan, és nem is biztos, hogy van rá válasz. Egyébként voltunk is nemrég az EMMI-be egyeztetésen, úgyhogy ez egy fiatal mozgalom, 2 éve vagyunk, anyákból szerveződtünk, nagyon próbálunk konstruktív hangot megütni, ugye a hibáztatás, az a rendszer hibáztatása is csak maximum olyan szinten fogalmazódik meg nálunk, ahogy az édesanyák megfogalmazzák. Hát hajrá, én már erről lemaradtam, de sok 20 évesnek még nagyon fontos, amit elértek, úgyhogy köszönöm. Hajrá!